Ötödik fejezet, az egész világból. Amikor Pió atya megkapta a stigmákat, már létezett egy meghatározott csoport, akik hozzájártak gyónni és lelkivezetésre. Rendtársaink kívül ezek a személyek vették észre a történteket leginkább, és így rögtön megnőtt a San Giovanniba és a közeli településekre sietők száma. Amikor aztán a hír a sajtónak köszönhetően még jobban elterjedt, egész Olaszországból és külföldről is kezdtek érkezni emberek. Így a Gárgánónak eme Istenháta mögötti falucskája, melyet fáradtságosan lehet elérni, és amely egyáltalán nem volt felkészülve a fogadásukra, egy csapásra zarándoklatok célpontja lett. Egyre több ember kereste fel az atya életében, és még több a halála után. A derék kapucinusok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy ez ne így legyen. Valóban túlzott buzgalmat mozgósítottak. Először is azon fáradoztak, hogy titokban tartsák az eseményeket. Megtiltották a doktor Festa által levont következtetések közzétételét, és amennyiben rajtuk múlott, a legnagyobb mértékben akadályozták az arándokok odatódulását. Tudatában vagyunk a nehézségeknek és a fáradtságnak, aminek ki voltak téve, miközben folyamatosan, gyakran ajánló cédula kíséretében ugyanazzal a kéréssel bombázták őket. Beszélni akarunk Pió atyával. Elöljáróik rendkívül szigorú hallgatást parancsoltak nekik. Az odatóduló hívek folyamatos kéréseikkel szorongatták őket. Emberileg érthető tehát, ha elveszítették a türelmüket. Jól emlékszem, hogy az első években nem én voltam az egyedüli, aki telve az atya iránti lelkesedéssel útra kelt San Giovanniba, de ugyanakkor megundorodott a barátok modortalanságától, s talán még inkább olyan Pió atya körüli személyektől, aki önmagukat a tömegkordában tartóinak nevezték, ennek leple alatt pedig azt tették, amit csak akartak, olykor igen ügyefogyottan. Az legalább teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy nem a barátok bátorították az embereket az atya látogatására. Amikor elkezdődtek az első sajtóközlések, szemrehányások kezdtek záporozni a szegény barátokra, mintha ez az ő hibájuk lett volna. A provinciális Benedetto atya odáig ment, hogy azt írta a San Giovanni rendház rendfőnökének, subgrávi, vagyis halálos bűnterhe alatt, megtiltom, hogy bárkivel közöljék a történteket, vagy a jövőben történő eseményeket. Elrendelte, hogy senkinek ne adjanak Pió atyáról készült olyan fényképet, amely egyértelműen láttatja a stigmákat, ne beszéljenek a lázáról, amely elérte a 48,5 fokot is, egyáltalán ne terjesszenek neki tulajdonított gyógyulásokról, vagy megtérésekről szóló híreket, habár elismerte, és már ez is valami, az orvosi vélemény komolyságát és Pió atya életének példás jellegét. Pió atya végezte a maga hosszú szentmiséit, és gyontatott naponta akár több mint 16 órán át. Ezért még ha valakit kíváncsisága arra ösztönzött is, hogy felkeresse őt, Pió atya napjának részesévé vált, és ennek köszönhetően a hívek kénytelenek voltak hosszú órákat a templomban vagy a sekrestyében tölteni, ami akarva akaratlanul imádsággal végződött. Hívők és hitetlenkedők, püspökök és magasrangú prelátusok, gazdagok és szegények oda siettek egy olyan ember lábaihoz, akit 15. Benedek meggyőződéssel valóban Isten embereként definiált. Pió atya napját, életét a végletekig idegölő monotonság jellemezte. 52 éven keresztül egy kis rendház, kis templomában az oltár is a gyontatószék, majd a karzat és a cellája között töltötte. Azt mondhatni, néhány négyzetméternyi területen élt. Semmi utazás, semmi prédikáció, semmi sajátos funkció vagy bizalmi hatáskör, soha egyetlen vakáció. Csak a követelőző tömegek, emberek, akik messziről jöttek sok-sok vesződtség árán és sok-sok fájdalommal a batyujukban. Ráadásul ott voltak a belső harcok. Különösen 1910 és 1922 között élte át azt, amit a nagy misztikusok sötét éjszakának neveznek, amint a lelki vezetőihez írt levelei tanúsítják azt. Állandó agóniában élt, mintha mindig keresztre lenne feszítve. Nagyon is megértjük a válaszát, amelyet egy szegény asszonynak adott, aki kiöntötte előtte a szívét a sok szenvedése miatt és egy bizonyos ponton felkiáltott. Megértem, hogy Jézus agóniája a kereszten nagyobb volt minden más szenvedésnél, de legalább csak 3 órán át tartott. Pió atya megértően nézett az asszonyra, majd csendesen, szíve és személyes tapasztalata mélyéből ezt mondta.
Nem tudod, hogy Jézus a világ végéig vívja haláltusáját. A stigmákon túl számtalan jel létezett. Az illat, a bilokáció, a lélekbelátás, a proféciák, a gyógyulások, a megtérések, sok-sok esemény, amelyeket bizalmasan megosztottak vele, és amelyek aztán szájról szájra terjedtek, gyakran pedig az életrajzi könyvekben végezték. El kell ugyanis mondanunk, hogy a hosszú idő alatt, amit Pió atya a templomban töltött, mi beszélgettünk egymás között, és mindenkinek volt valami mondani valója. Aztán a saját otthonában is, ahol lakott, amikor olyanokkal találkozott, akik jártak Pió atyánál, beszélni kezdtek róla, illetve személyesen átélt eseményekről, és ezeknek se vége, se hossza nem volt. Aki elment Pió atyához, az visszatért hozzá. Aki elment Pió atyához, érzékelte, hogy az a látogatás, az a szentmise, az a gyónás mélyen belevésődött. Valamiképp fennmaradó köteléket teremtett, tehát a visszatérés vágyát ébresztette benne. Első látogatásom. 1942. augusztusában jártam először Pió atyánál. Nem gondoltam, hogy 26 éven át fogok visszajárni hozzá. Háborús idők voltak, ezért nem lehetett sem az előző években, sem a következő években tapasztalt tömeget látni. Emlékszem a lassú vonatra, amely Nápolyból vitt a foggiai állomásra. Az igazat megvalva nem is volt állomás, lebombázták ugyanis, csak a vágányok sorai maradtak. Öreg plébánosom Don Andrea Barbolini kíséretében mentem, aki felajánlotta nekem ezt az utat. A San Giovanni Rotondóba közlekedő helyközi járaton azonnal találtunk egy hölgyet, aki kész volt az otthonában vendégül látni minket. Nem voltak sem szállodák, sem panziók, de sok házban szívesen megvendégelték az zarándokokat. Szinte fillérekért, mert Pió atya rosszalta, ha hasznot húztak az zarándokokból. Végtelen szívélyesség uralkodott az egyszerű és szegény lakásokban. Emlékszem, már működött az elektromos világítás. Vizes korsót azonban és tálat a mosakodáshoz alig lehetett találni. A higiéniai szolgáltatásokról pedig jobb nem beszélni. Reggel 4-kor szedtük a sátorfánkat. Az atya szentmiséje 5-kor kezdődött, de én már 3:30-kor talpon voltam. Az ösvény helyett ekkor már aszfaltos út vezetett a rendházhoz. Azt mondták, Mussolini rendelte el. A kis templom ajtaja zárva. Az előttem érkezők elmondták, hogy alig 5 perccel a mise kezdete előtt nyitják ki az ajtót. Épp hogy időben, hogy be lehessen menni, és az elejétől részt lehessen venni a misén. Hiába érkeztem korábban, mások még engem is megelőztek. Micsoda hideg a kis templom előtt. Számtalan alkalommal elszenvedtem még ezt a hideget, sehova nem lehetett elrejtőzni a domb kövein átsüvítő szél elől. Emlékszem, hogy egyszer, télen az emberek úgy álltak egymáshoz bújva, mint a juhok. Hiába reménykedtem, hogy a segrestyés barátom megkönnyörül rajtunk, és kicsivel korábban nyitja ki a kaput a szokásosnál. Nem volt mit tenni. Amikor beléptem a többiekkel együtt, siettem a segrestyébe a főoltár mögé. Az atya már lejött, és kezdett lassan a szentmiséhez öltözködni, a már rutinos lelki gyermekei segítettek neki, és egy kapucinus barát, aki őrangyalként állt mellette. Amikor az atya felöltözött, és mise inge ujja alól, amely majdnem eltakarta kezét, levette az ujjatlan kesztyűt, ez a barát készen állt, hogy a zsebébe rejtse. A kis templom néhány perc alatt annyira megtelt, hogy a főoltárt készítették elő a szentmiséhez. Pió atya általában az oldalhajóban misézett, Szent Ferenc oltáránál. Én is szent áldozáshoz járultam az atyánál, és emlékszem a figyelemre, de a fáradtságra is, amit az 1 óra 45 percen keresztül tartó mise kiváltott. A rövid hálaadás után a férfiak gyónása következett a sekrestyében, aztán a nőké a templomban. A végén láttam, miként sorakozik fel mindenki két oldalt, mint egy két szárnyat alkotva végig a folyosón, ahol az atya elhaladt, hogy visszatérjen a rendházba. Lassan lépkedett, miközben mindenki próbálta megcsókolni a kezét, vagy rátenni a kezét a fejére az áldás jeleként. Miközben az ajtóhoz közeledett, kórusban mondogatták az emberek. Pió atya, imádkozzon a haldokló fiamért! Pió atya, kezdem elveszíteni a látásomat, imádkozzon értem! Pió atya, a munkahelyi balesetem volt, imádkozzon, hogy vissza tudjak menni dolgozni. Pió atya, a feleségemnek láza van, és az orvosok nem tudják mitől, imádkozzon érte, kérem. Az ajtóhoz érve Pió atya megfordult, széltében áldást adott, és belépett a rendházba. Egyik alkalommal, a következő látogatásaim egyikén, miközben visszafordult az áldásra,
Hallottam a mondatot, amely többször is elkerült a figyelmemet, és amelyet valamelyik életrajzában is olvastam. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Mindenki azt kéri, vegyék le róla. Ha azonban tudnák, hogy milyen értékes, kérnék azt. De mindenkit biztosított az imáiról, vagy válaszolva, vagy egyszerűen jelezve az illetőnek. Délután újra mindenki a templomban volt, hogy részt vegyen a gyóntatáson és imádkozzon. Amikor aztán Pia atya visszafonult és bezárt a templom, azt mondhatni, véget ért a nap. Abban a szerencsében volt részem, hogy azon első alkalommal Gráció bácsival, Pió atya apjával válthattam néhány szót. A rendház előtt egy nagy fát körbeölelő lépcsőn ült. Jó hangulatban találtam, de inkább gondolkodni szeretett volna sem, mint beszélgetni. Emlékszem a templom egyik merőleges kis árkádjára, ahol Pió atya olykor a szabadban misézett, 1954-től kezdődően. Ide hívott meg egy alkalommal a barát, aki az atyát kísérte, hogy a misén segítkezzen neki. Nem voltam elragadtatva ettől az első látogatástól. A tanácsok, melyeket Pió atya adott, és amelyek arra ösztönöztek, hogy elmenjek oda, tele voltak jó indulattal, de általánosok voltak, amilyet bármelyik pap megadhatott volna. Nem volt bennük semmi rendkívüli, pedig erre vágytam. Megtanultam egy leckét, mely még ma is hasznomra van. Senki nem hordja a zsebében a szent lelket. A legszentebb és karizmákkal leginkább rendelkező személyek alkalomról alkalomra kapnak rendkívüli adományokat az Úrtól, amikor ő akarja, hogy mindenért az Úrnak mondjunk köszönetet. De elevenen belém vésődött annak a misének az emléke. Megértettem, hogy már csak azért is vissza kell térnem ide.